Nálunk ez az egyetemi városrész úgy alakult ki, hogy egy igazi lakóközösséget építettünk ki, és már-már egy nagyon nagy családias közeg alakult ki. Ha az embernek elfogyott a cukra, csak átmegy például átkopogni, és emellett például nem elhanyagató, hogy az oktatásunk a színvonalas. Szép napot kívánok, András Gergő vagyok, harmadéves gépészmérnök hallgató. Sziasztok, nevem Fehér Dominik, utolsó éves gépészmérnök hallgató. Engem az motivál, hogy én már egész kiskorom óta gépészmérnök akartam lenni, és hát ugye ezt nem adják ám csak úgy, hogy az ember megy, hát én gépészmérnök akarok lenni. Bevallom, én a koronavírus időszakban már elkezdtem egyetem mellett dolgozni, de kevésnek nem értem volna teljesnek tanulmányaimat, hogy nem térek vissza a mesterszakra és nem fejezem be. Az, hogy diplomám legyen, a számomra nem csak egy az, hogy elvégeztem, hanem magamnak bizonyítani, hogy igenis meg tudom csinálni. A diploma részben tisztesség, részben kötelesség. Ki úgy gondolja, hogy többet akar elérni az életben, többet akar megvalósítani, az nekiáll és megtanulja, és kötelességtudóan végig is csinálja. De nem ugyanaz az értéke minden diplomának, mint régen, és igazából úgy mondanám, hogy nem nehezebb, viszont már nem is olyan egyszerű. Tehát, hogy nem úgy van, mint régen, hogy diplomád van, akkor te jössz, hanem most diplomád van, és meg kell küzdeni a helyekért. Gépészmérnöki, vagy éppenséggel fizikusi szakirányjal most egy cégnek könnyebben el lehet helyezkedni közép-felső vezetői pozícióban, mint egy átlagos embernek. Megcsinálható, évek a munkát tapasztalata teljesítető. Én mindenkit abra bátorítok, hogy végezzen egy diplomát, tegye le a diplomát, kezdje el az egyetemet, mert élmény, élet és egy életcél tud neked adni az egyetem. Készüljenek fel, jól gondolják át a választásukat, természetesen jöjjenek a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemre, emelt és válasszák meg jól az életútjukat, mert ez el fogja őket kísérni.